Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Éles viták, először üléseztek a választások után a Városházán. Múzeumi fejlesztés, 125 millió forintos támogatást nyert a Janus Pannonius Múzeum. Még egy hónapig látogatható az André Kertész tárlat, a világhírű fotóművész munkái Pécsett. Új pécsi építési szabályzat, ifjúságpolitikai koncepció, aktív Pécs megújuló mecsekoldal projekt, csak néhány a legfőbb témák közül, amelyet Pécs közgyűlése tárgyalt kedden. Az ülésen több témában éles viták alakultak ki az ellenzék és a városvezetés között. Az április 3-i országgyűlési választások után első alkalommal tartott közgyűlést kedden Pécs város képviselőtestülete. Az ülés elején Topán László bejelentette, hogy kilépett a Momentum városvezetői frakciójából, és a jövőben a Mindenki Pécsért Egyesület egyéni képviselőjeként dolgozik tovább. A közgyűlésen a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a polgárőrség vezetőségének tavalyi éves beszámolóját a pécsi építési szabályzat módosításáról szóló vita követte. Az új jogszabály megalkotását széleskörű egyeztetés előzte meg, a beérkezett 400 észrevételből, javaslatból mintegy 300 beépült a tervezetbe. Az ellenzék részéről Kővári János több más mellett a pécsi víz mentén található területek lakóövezeti alakítása ellen emelt szót. Úgy véli, ezáltal ugyanis veszélybe kerülhet az a koncepció, hogy a belváros tehermentesítését célzó elkerülő út épüljön az Északmegyer dűlőnél. Hogyha önök átminősítik a mellette lévő területet, ebben az anyagban ez van lakóterületté az Északmegyer dűlő mellett, hiszen most itt ez az előterjesztés erről szól, akkor veszélyeztetik ennek az útnak a megvalósítását. Karlovet Zoltán Pécs főépítésze helyesbítő válaszában elmondta, nem elkerülő út épül, hanem a fejlesztés célja az, hogy egy új városliget jöjjön létre. Ez az elkerülő út, ami itt épül, ezt inkább nevezzük az új belvárosi főútnak, és hogyha ez meg tud épülni, akkor én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó esélyünk van arra, hogy a mostani jelenlegi hatos utat visszaminősítsük egy csillapítottabb forgalmú belvárosi útra, ezáltal szabadon helyet hagyva arra, hogy a város délfelé, a belváros délfelé egészen a pécsi vízvölgyeig ki tudjon terjeszkedni. Szintén vitát váltott ki a közgyűlésben az új ifjúságpolitikai koncepció előkészítésével kapcsolatos előterjesztés. A város korábbi 2022-ig szóló koncepciója frissítésre szorul, hiszen ez a feltétele annak, hogy az önkormányzat nemzetközi ifjúsági pályázatokon elindulhasson. A fiatalok helyzetére, problémáira megoldási lehetőségeket kínáló koncepció előkészítését több ponton is támadta az ellenzék. Mi az, ami egyébként indokolja még az ifjúsághoz való hozzáállás terén, hogy nem lehet bármilyen szakmai anyagot előkészíteni, bármilyen programot szervezni, milyen pályázatokra lehetne, vagy kellene előfeltételként rendelkeznünk ezzel az új koncepcióval, hiszen már van egy, tehát én nem érzem azt, hogy egyébként ez annyira akut ügy lenne. A városvezetés nevében Péterfi Attila reagált a felvetésre. Az ifjúsági fővárosi programba pályázni egy ilyen koncepció, aktuális koncepció nélkül nem lehet. Törjük a fejünket azon, kicsit több, mint hogy törjük a fejünket. Nagy valószínűséggel pályázni fogunk erre a címre, ehhez pedig szükség van egy friss, aktuális koncepcióra. Szintén számos hozzászólást indukált az Aktív Pécs megújuló mecsekoldal projekt marketing kampánya. A Mandulás Camping, valamint a Volt Vidám Park területének megújításáról, továbbá az ezekhez kapcsolódó beruházásokról társadalmi egyeztetés során a pécsiek dönthetnek majd. A képviselőtestület megszavazta a Megyeri út fejlesztésével kapcsolatos előterjesztéseket, így folytatódhat Pécs kerékpárút hálózatának észak-déli irányú bővítése. Döntés született arról is, hogy új botlatóköveket helyeznek el a Fürdő utca 1-es szám alatt található épület bejárata előtti járda felületen 3 holokauszt áldozat emlékére. Három különböző pályázaton összesen 125 millió forint támogatást nyert a Janus Pannonius Múzeum. Az elnyert forrásokból egy nagyszabású állandó és egy időszaki tárlat, valamint egy tudományos program valósul meg a jövőben.
Az új állandó kiállítás tematikus egységeit olyan pécsi, baranyai helyszínek adják, amelyek megyei vagy országos események központjai voltak. A konkrét események középpontjában pedig olyan jelentős személyiségek állnak, akiknek hatása túlmutat Pécsen és Baranyán. Janusz Pannonius, Zrínyi Miklós vagy épp Verancsics Antal. A tárlatot Pécsváros napján 2023. szeptember 1-én nyitják majd meg a látogatók előtt. A Petőfi emléképhez kapcsolódóan egy időszaki kiállítást is rendeznek, mely a történeti, néprajzi, valamint a képző és iparművészeti osztály gyűjteményéből válogatott jeles műtárgyakat vonultat fel. A pályázat a Magyar Géniusz program, a Vadnövények etnobotanikája népi növényhasználati örökségünk című tudományos program megvalósítását is támogatja. Azért örülünk különösen neki, mert tulajdonképpen maximális összeget nyertünk el, tehát a Magyar Géniusz pályázaton, amin az állandó kiállításra nyertünk 100 millió forintot, ez maximális összeg. Az időszaki kiállításra 20 millió forintot nyertünk, nem igazán volt még ilyen keretünk egy időszaki kiállításra. És nagyon örülünk annak, hogy Dénes Andrea kolléganünknek, aki a múzeumnak a botanikusa, végre a sok éve tartó kutatása ilyen eredménnyel végződhet. Országos szinten csökkent a Pécsi Tudomány Egyetemen, nőtt a felsőoktatásba jelentkezők száma. A legnépszerűbb szak idén a pszichológia lett. Összesen 14.449 fő jelentkezett idén a Pécsi Tudomány Egyetemre. Míg országos szinten csökkent, addig a pécsi karokon nőtt a jelentkezők száma. A legnépszerűbb szakok idén a pszichológia, az általános orvostudomány, a jogász, a gyógytornász, valamint a gazdálkodás és menedzsment. Lengvárszky Attila, a Pécsi Tudományegyetem oktatási igazgatója stábunknak elárulta, az egyetemi dolgozók munkája mellett Pécs városának vonzásai szerepet játszik abban, hogy népszerű tanulmányi helyszín a PTE. Ezt mi sem mutatja jobban, mint a jelentkezők és az egyetemre járók egyre növekvő száma. Ez egy jó hír a pécsi polgárok, illetve a Pécsi Egyetem vezetése számára, hogy annak ellenére, hogy országosan, mint egy 3% ponttal 2700 jelentkezővel kevesebb van, a Pécsi Tudomány Egyetemre jelentkezők ehhez képest száma növekedett, mint egy 5% ponttal, ez közel 770 jelentkezőt regisztráltunk ebben az időszakban. Nyilvánvalóan, hogy ez egy nagyon átfogó és meghatározó marketing munkának is az eredménye, amelyet a karokkal közösen végzünk egészen ősztől a jelentkezési határidőig. Lengvárszky Attila elmondta, nagyon örülnek neki, hogy ilyen sokan jelentkeztek a Pécsi Tudományegyetemre, de szeretnék a minőség javára fordítani, ami azzal jár, hogy bizonyos szakokon megemelik a bejutási ponthatárokat. Kicsit most változtatni szeretnénk, mert elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor ugyan azt mondjuk, hogy örülünk annak, hogy ilyen nagy számú jelentkező van a Pécsi Tudományegyetemen, de ezt szeretnénk a minőség javára fordítani. Részben a modellváltással kapcsolatosan is, de ezen túl is a Pécsi Tudományegyetem szenátusa elfogadott egy olyan intézkedést, amelyben a kiemelt területeken, ezek alatt értem a pedagógus képzést, értem az orvos és egészségtudományt, a gazdálkodást, a műszaki tudományokat, illetve az orvos és egészségtudományt, szeretnénk emelni az átlagpontot. Azt figyeltük ugyanis meg, hogy ha alacsony pontszámmal kerülnek be a jelentkezők, akkor ők könnyebben és gyorsabban lemorzsolódnak. Az oktatási igazgató hozzátette, ez a jelentkezőknek nem jó, hiszen elpazarolnak az életükből egy bizonyos időszakot, illetve nem jó az államnak sem, hiszen feleslegesen adja ki az adófizető polgárok pénzét. A felsőoktatási eljárásba való jelentkezés február 15-én lezárult. Jelenleg adminisztráció zajlik a felvételizők és az oktatási hivatal között. Lengvárszky Attila kiemelte, nagyon fontosnak tartja az érettségire való felkészítést, hiszen ezek határozzák meg azokat a pontokat, amelyek biztosítják a bekerülést a minőségi felsőoktatásba. A fizikai rekreáció táncos formáját népszerűsíti a Pécsi Tudomány Egyetem új programja. A nemzetközi kezdeményezés lényege, hogy egyszerű koreográfiával, kreatív formában világszerte megmozgassanak mindenkit, nemtől, kortól, egészségi állapottól függetlenül.
Ezek azok a koreográfiák, amelyek a táncos rekreációt tanítják a Pécsi Tudományegyetem Sporttudományi és Testnevelési Intézetének Dance Celebration nevű programjában. A nemzetközi kezdeményezés a táncot, mint rekreációt szeretné népszerűsíteni. Az egyszerű lépésekből álló koreográfiának három megálmodója volt. Prókai Judit és Gép Zsuzsanna, az intézet oktatói, valamint Bánkiné Peri és Beatrix, a Pécsi Tudományegyetem Táncoló Egyetem projektvezetője. Prókai Judit elmondta, a Sporttudományi és Testnevelési Intézet kiválósági központként tavaly vált a World Leisure Organization tagjává. A nemzetközi szervezet célja, hogy segítsen felfedezni a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit, amelyek az emberi egészséget, jóllétet támogatják. Számos programot szervezünk évente, de ez az év ez egy kicsit kitűnik, hiszen a World Leisure Organization idén ünnepli a megalapításának a 70. évfordulóját, és ennek alkalmából szerettünk volna egy olyan koreográfiát összeállítani, amit szeretnénk elküldeni mindenhova a világba, hiszen a VLO több mint 80 tag országgal rendelkezik, és ezen belül partnerintézményekkel. Úgyhogy nem csak az a cél, hogy itt Magyarországon mozgassuk meg az embereket, hanem világszerte nagyon sok felé eljutassuk ezt az ötletet, és szeretnénk népszerűsíteni a fizikai rekreációnak tulajdonképpen ezt a formáját, vagyis a táncot. Mint azt Prókai Judit elmondta, tavaly részt vettek a szervezet Jeruzsálem projektjében is. Ők is elkészítették saját videójukat több hallgató bevonásával. Az idei év azonban azért különleges számukra, mert ez a kezdeményezés teljes egészében a saját projektjük. A résztvevőktől azt várják, hogy küldjék el saját táncos videóikat a megadott koreográfia mentén. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. A koreográfia nagyon egyszerű, pont azért, hogy minél több embert be tudjunk vonni, például a saját videóklipomban nem csak az egyetemi hallgatók szerepelnek az oktatókkal együtt, a Táncoló Egyetem táncosait is bevontuk, illetve nagyon érdekes, hogy a Parkinsonnal élők egyesületének tagjai is bevonódtak ebbe a kis programba, és ők is megtanulták a koreográfiát, ami azt jelenti, hogy bárki kortól, nemtől függetlenül bekapcsolódhat a programba. A programban való részvétel egyszerű. Rögzíteni kell a videófelvételen a megtanult koreográfiát, és elküldeni a képernyőn látható e-mail címre. A szervezők a beérkezett videókat közzéteszik a Természettudományi Kar hivatalos videó megosztó oldalán, így világszerte elérhetőek lesznek a zenés tartalmak. A program lényege a fizikai rekreáció táncos formájának népszerűsítése. Május 20-áig látható Pécsett a magyar származású André kertész kiállítása. A világ egyik legismertebb fotóművészének alkotásaiból Szigetbecse község önkormányzata válogatta össze a tárlatanyagát mindabból, amit a művész adományozott a településnek élete alkonyán, megörökítve a gyermekkori emlékeket. André kertész eredeti nevén Kertész Andor életművét két földrészhez, Európa, Amerika és három országhoz, Magyarország, Franciaország és az Egyesült Államok kötődően hozta létre. 70 éven át dokumentálta tűpontossággal az életét, a személyes kapcsolatait és az őt körülvevő környezetet. A Zsolnai negyedben nyílt kiállítás május 20-áig látogatható. Andrea Ciric leváltása után ki is nevezték a PVSK Veolia új vezető edzőjét. A pécsi férfi kosárlabda csapat vezetése a 61 éves horvát Dražen Brajkovicsal állapodott meg, így a tapasztalt szakember irányításával küzdenek majd az A csoportban maradásért. Brajkovics majd 3 évtizedes edzői pályafutása során számos élvonalbeli horvát klubcsapatot vezetett már. Bajnoki bronzérem a legjobb eredménye férfi vonalon, de a KK Zagreb vezető edzőjeként az Euroligában is dolgozott már korábban. Dražen Brajkovics az utóbbi pár évben nem vállalt vezető edzői munkát, az NBA-re készülő fiatal horvát játékosok egyéni felkészítésére fókuszált. A csapat legközelebb pénteken lép pályára, a Párducok a Nyíregyháza együttesét fogadják a Lauber Dezső sportcsarnokban. Végezetül néhány szó az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A reggeli helyenkénti gyenge fagy után délután már 14-20 fok várható.
Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este, ugyanebben az időpontban jelentkezünk, viszontlátásra! Thank you.